Az evangélium Lukács írása szerint 5. fejezet Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és a hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt kisé bejebb a partól, azután leült és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogt el őt és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Jakabot és Jánost is. Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus ekkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt arcra borult és kérte. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtva a kezét megérintette őt és így szólt akarom, tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától. Ő pedig megparancsolta neki. Senkinek nem mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlj fel áldozatot megtisztulásodért, ahogyan Mózes elrendelte bizonyságul nekik. De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Amikor az egyik napon tanított, és körülötte ültek a farizeusok és a törvénytudók, akik Galila és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyan hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták a módját, hogyan vigyék be? Felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt. Ember, megbocsátattak a te bűneit. Erre az írás tudók és a farizeusok tanakodni kezdtek. Ki csoda ez, hogy így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy kívül? Jézus pedig ismerve gondolataikat megkérdezte tőlük. Miről tanakodtok szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el minnyájukat, és dicsőítették az Istent. Megteltek félelemmel, és ezt mondták: Csodálatos dolgokat láttunk ma. Ezután kiment és meglátott egy lévi nevű vámszedőt, a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: Köves engem! Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget rendezett neki a házában. Nagy sokaság volt ott vámszedők és mások, akik velük együtt telepettek asztalhoz. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak és ezt mondták tanítványainak. Miért tesztek is isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Ők pedig ezt mondták neki, János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványa is, a tieit pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt. Kívánhatjátok a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem készít foltott új ruhából, hogy a régi ruhára varja, mert így az újat is tönkre tenné, és nem is illene a régihez, az új ruhából való folt. Új bort sem tölt senki régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és kiömlene, sőt, a tömlő is tönkre menne. Hanem új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki már óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor jó.